Nagymama, merre vagy? Gyere elő! Jaj, úgy örülök, hogy látlak már, Janita nagymama. Tudtam, hogy el fogsz jönni hozzám. Rajta, mesélj a nagymamának. Onília nagymama nagyon haragszik, mert a papa hazahozott egy fiatal lányt. Igen, tudok róla. Képzeld, jól összeszitta, amikor beszélgetett velem. Pedig nekem tetszett. A nagyi azt mondta, hogy tolva és haszontalan lények. Gondolod, hogy igaz, Mariana nagymama? Nem. Jaj, áú, áú, jaj. A csodába láttalak téged, láttalak, te csúfmadár, áú. Nem nehéz modell nélkül festeni, Vicente? Nem, Amador. Maricsúj élesen él bennem, őrzi a memóriám. Már úgyis csak javítgatok. És tudsz róla valamit? Ha megmondom, hogy hol van, le fog esni az állad. Megtudhatnám. Képzeld csak, a mi hírneves pszichológusunk házában van. Juan Miguel San Románnál. Tudom, mire fordítsam az energiáimat. Hozzád beszélek, nénikém. Ha? Megtaláltam a jövendőbelimet. Miről beszélsz? Juan Miguel San Románról. Maricsúj, nem mehetsz el. Felelősséggel tartozom érted. De hát mit képzelsz? Azt hiszed, hogy megvettél engem kilóra? He? Hogy elég, ha így csinálsz? Nem érdekel se a kéklit, se a családod, se a munkád. És a segítséget sem, mert nekem cseppet se számít. Mindjárt elhúzom a csíkot innen, és ha megpróbálsz keresztbe tenni nekem, hát ne tudd meg, hogy mire vagyok képes. Bocsáss meg, Juan Miguel. Olyan jó vagy hozzám, én meg undoktapló vagyok. Nem haragszol, ugye? Megbocsátasz, nagyon kérlek. Bocsáss meg. Néha olyan ostoba vagyok. De elmentél, és magamra hagytál a legnagyobb fácban. Én meg egész nap vártalak, és mintha a világon se lennék. Letörtem, mint a Billy füle, és elegem lett. Pedig biztosan nagyon fontos dolgod akadt, ugye? Most meg mi bajod van? Mi történt? Úgy tűnik, hogy nem tetszik neked a választottam. Egész jó képű és özvegy. Igen, és rengeteg a pénze, a papa is megmondta. Nem is kívánhatnánk többet, igaz? Pontosan így van. Azon kívül le vagyok nyűgözve tőle. Nem értelek. Mi bajod van, Izabella néni? Egész máshol jár az eszed. Miért? Ugyan ne aggódj, nincs jelentősége. Nem is tudod, mi jár a fejemben? Elmondanád kérlek, hogy mi a csoda jár a fejedben? Semmiség, nem akarlak megijeszteni. Adj egy kis időt, hogy nyomozzak, és a megfelelő percben mindent elmesélek neked. Na de... Jó ét! Anselmo Vidal atya. Az nem lehet. Nem, Maita. Nem hiszem, hogy ez a lány gonosz lenne. Meg lehet, hogy csak rossz útra tévedt, és azért viselkedik így. Távol van mindenkitől, akit ismer. Szeretnék sokat beszélgetni vele. De mit tegyek, ha Onília nagymama nem engedi meg? Nincs abban semmi rossz, ha a barátnőd lesz. Ellenkezőleg. Maricsújnak nagyon hiányzik a szeretet, és sokat segíthetsz, hogy jobban érezze magát. Mert az én kis királynőm rendkívül jó lelkű és nagyon okos kislány. Mondd csak, Mariana nagymama, miért nem jön haza a mama? Sosem fog már hazajönni. Bíz Istenben. Talán majd elküldi hozzád, amikor nem is számítasz rá. Miért vagy ilyen jóságos, nagymama? Sose zsörtölődsz, és nem mondasz semmit, ami bánt.
A szörnyeteg nagymamám csak is olyasmit mond nekem. De tőled mindig csak szépet kapok. Én csak az igazságot mondom, kincsem. Sose okoznék fájdalmat neked. Téged szeretlek a legjobban az egész kerek világon. Angyalkám. 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 Hé, mondd el, hogy mi bajod. Semmi, Maricsúj. Menj, feküdj le. Figyelj! Meglátogathatom Candeláriát és Pajti kutyámat? Nem, nem, most már késő van, Maricsúj. Ne mondd, még korán van. Nem tanácsos kimenni, főleg egyedül. Jó. Vigyél oda, ne légy undok, jó? Jó, holnap reggel elviszlek téged. Ezt most komolyan mondod, vagy csak etetsz? Ígérem, Maricsúj. Hiszek neked. Figyelj, megkérdezted, hogy ma jó voltam-e? Nem, mert még nem volt rá alkalmam, hiszen csak most értem haza. Á, nagyon jól viselkedtem. Értem. Vagyis azt hiszem, hogy jól viselkedtem, de talán... Talán? Mi történt? Egy kicsit összeakasztottam a bajszot a boszorkánnyal. Akit Oneliának hívnak. Oneliával? Mert úgy bánt velem, mint egy rongyal, és tudod, hogy mit mondott nekem? Mit? Azt, hogy el kell tűnnöm, a kérótból. El se hiszem, hogy Maricsúj oda költözött hozzá. Mit keres ott Vicente? Úgy tudom, hogy lopással vádolták, mire a pszichológus felelősséget vállalt érte, és hazavitte, hogy ne kerüljön rács mögé. És tudod, hogy hol lakik az a fickó? Nem, Amador, de ezzel tudja, mert az unoka testvére. Menj és kérdezd meg tőle. Tényleg el kell tűnnem innen, ahogy a banya mondja? Nézd, Maricsúj. Holnap majd mindent megbeszélünk. Jó? Most menj fel a szobádba. Jól van, gyere velem, és folytassuk a beszélgetést. Ne, Maricsúj, gyere. Menj csak egyedül. De szeretnék még egy kicsit veled lenni, gyere velem. Nem, Maricsúj, nem lehet. Megkérem Rossiót, hogy menjetek el ruhát venni. Ruhát nekem? Tényleg? Igen. Neked. Hűha. Igen, neked. Akkor jó éjszakát. Jó éjszakát. Elsa. Elsa. Amador vagyok. Kérek tőled egy szívességet. Add meg a címét az unokatestvérednek. Tudom, hogy Maricsúj most nála van, és látni akarom. Maricsúj egész nap nem jött el hozzám. Tudja, mit gondolok, Candelária? Hogy többé nem jön. Lehet, hogy a doktor nem engedi meg neki? Nem tudom. Lehet, hogy Maricsúj megfeledkezett rólam. Dehogy. Maricsúj nem olyan hálátlan. Talán olyan nagy lábon él abban a hatalmas házban, hogy megfeledkezett az ő kis pajtiáról. Holnap meg akarom látogatni. Gondolja, hogy szóba áll velem? Szerintem biztosan. Én is úgy szeretnék vele lenni, ha csak nagyon rövid időre is. Megadja a címét? Persze, fiam, persze. Nem engedhetjük meg, hogy elvegyék tőlünk. Mégiscsak jobb, mint hogyha börtönben lenne. Hát ez igaz. De te se örülsz neki, hogy ott van, igaz, fiam? Cseppet se tetszik. És tudja miért? Miért? Mert féltékeny vagyok. Hiszen fiatal ember, és Maricsúj nagyon csinos lány. Jaj, fiam, az Istenért! Csak nem hiszed, hogy egy doktornak, mint San Román,
megakadna a szeme egy olyan ágról szakadt teremtése, mint Marie Chui. Néha olyan ostoba vagyok. De elmentél innen, és magamra hagytál a legnagyobb fácban. Én meg egész nap vártalak, és mintha a világon se lennék. Letörtem, mint a Billy füle, és elegem lett. Jöjjön csak! Juan Miguel úr. Tessék. Látogató van a váróban. Balbina, ki az? Nem mondta a nevét.